Unboxing. Weeb unboxing? Ez mi ez? Nehéz most már meglepetést okozni egy unboxingba. Én komoly szőkehajakat képzelek bele egy kartondobozba. Mondanám, hogy remélem, hogy valami olyan van ebben, hogyha ez az, amire gondolok, ami nem tetszik majd nekem. Nem, nem lehet már lányokról szabrad otthon, ugye? De, hogy nem. Jó, akkor még van remény. Fantazi! Mi csoda a Deluxe Edition? Miért érzem, hogy nem a Deluxe Edition volt a legnagyobb dolog ebben a bassza meg? De ez is branded. Azt mondja Static Arts. Jó, addig jó. Szóval ez a PlayStation 5 nyilván Deluxe Edition, aminek gyönyörű doboza van, és elméletileg a doboz szerint van benne egy exkluzív steelbook, aminek mindig örülünk, egy reversible cover. Miért van benne reversible cover, hogyha van benne steelbook? Már ki van fizetve. Jó. Mini soundtrack CD. Mini? Ha mennyi ez a cucc? Mi az, hogy mini? Hardback artbook. Artbook. De amúgy maga a doboz az gyönyörű, és hadd emeljem ki itt a Collector's Edition-ökön használt egy, ezt a dombornyomot csillogós betetípus, ez valami embertelen, de az, és Jani, product design, mat fekete. Itt ez egy telkihasználási. Azért, na nézzük. Mikor életemben először voltam technika órán. Rendes doboz. Fém doboz, mindjárt megvizsgáljuk. Öreg. Jani, gyere majd. Fogd meg ezt az árnukot. Ez artbook, pont zip. Amúgy? Tehát itt nem olyan nagy, mint egy rendes árnok, de ebben öregem, ebben van anyag. Az anyámat. Ez pedig itt a mini soundtrack. Mi az, hogy mini? Tudod mit? Tegyünk kivételt, bontsuk ki, mert ebben CD van. Ilyet még biztos nem láttak a gyerekek. Tehát ez azért mini soundtrack, ha engem kérdeztek, mert a Final Fantasy-nek embertelen zenéje van, mindig is az volt, ennek is embertelen zenéje van, és szerintem abból van egy album, ami lehet, hogy külön kapható, és ezen csak néhány dolog van rajta. Például a... The Grasslands, Battle Edit, Farmboy... Jó, rajta van angolul is, jó, már nagyon megijedtem itt, hogy... Oké, okay. Filmdoboz. Marha jól lesz ki. Állat. És ez pedig az artbook. Ez egyre jobban tetszik, ez a kis mini artbook. Majdnem. 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 Szóval ebben szokásos módon karakterek, pályák, ellenfelek és különböző más artwork-ök vannak. Nagyon jól néz ki. Már nem mondom, hogy ilyen kis formátumot még nem láttam eddig. Mi az, hogy reversible? Hogy ennek van egy másik oldala? Azt mondták nekem, hogy négy dolog van benne, oké? Okay? És a negyedik nem a játék, hanem a reversible cover. Ez itt a datadisk, ez meg a sima disk. Nem, ez a playdisk. Ez itt a cover. Ó, értem. Tehát ez a normál cover, és át tudod fordítani erre az old school coverre. Na ez az old school cover. Állat. Jó! Nem mertek át, tényleg négy cucc van benne. Ez annyira jó. A francba! Rá van írva, hogy Sephiroth van benne. De most miért kellett lelőni a poént? Nem lett volna elég ez a instant leves írás? Ahelyett, hogy kaptam volna egy rohadt tifa szobrot, most kapok egy Sephiroth szobrot, és mindenki erre fog irigykedni. Miért pont neked? Nem is játszottad? Öregem. Bezzeg a lemez, az kutyogott benne. Természetesen csak viccelődtem, nem tifával. Tudom, mi az a Static Arts. Úgyhogy itt most minőséget várunk. Kőkemény minőséget. Ó, ez így is nagyon durva lesz. Na ez a Static Arts, Jani. Egyszerűen, figyeljétek a részleteket. Öcsém! Kezdem elfelejteni tifát. Teljesen. Ó, te! Hát mi haja van ennek a gyereknek, te jó ég! Azt figyeljük. Micsoda séró. Jesus, figyeljetek. Layer 1.
Ez egy kisebb jellegű katana. Kedves fiúk és lányok. És itt van Jackson. Érted? Abban a pillanatban. Itt minden csap egyébként fém, nem úgy, mint például volt a Final Fantasy 16-os cuccon. Nyilván esztetik arcos cucc, de, és nyilván akik tudják, tudják mi ez, de a kettőnek közel nincs egymáshoz. Ez majdnem sideshow minőségi cucc. Embertelen, ahogy néz ki. És akkor az utolsó darab. Et voilà. Ha megengeditek, összeállítom. G. Mi az a G? Remove auxiliary parts. Gitárpengetőcske? Ezt mikor kellett volna használjam? Egyes lépés. A fej. Hú. Merre áll ő? Hogy így áll? Nem így áll. Így. Nye! 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 A kezébe kell adjuk ezt a nem kis kardot, úgy, hogy ha isztek, hanem le kell venni ezt a kis cuccot róla. Ez is kíd. Nem mindegy, hogy rakod le. Azt. Oké. Okay. Ezt ki lehet állítani így is. Oké? Okay? Ahogy most látjátok. És így, fuck yeah. De a gitárpengető azért van, mert a hátából ki lehet venni két darabot, aminek a helyére berakod a szárnyat. És azt úgy csinálod, hogy ezt leveszed, és a hátából, ahol már láttam, megmutatom itt fenn nektek, látjátok, egy ekkora darabot ki lehet venni a hátából, akkor egész pontosan úgy néz ki, látjátok, hogy van egy ilyen lyuk a hátán. Érzitek? Ez nem két szárny, hanem egy. Ami itt illeszkedik össze, látjátok, így. Szinte nem is látszik, hogy hol illeszkedik össze. Add meg magad, Szefirot! Na ez durva. Hogy? Kellek én ide jönni? Szóval ez itt egy Static Arts-os Sephiroth szobor. A Deluxe Edition is rohadt jól nézett ki, de azért ez a tuti-tuti valami elképesztően szép és nagyon-nagyon-nagyon részletes. Mondjátok el a komment szekcióban, hogy tetszik. Én megyek, beviszem a raktárba.